barátaim, de a mai napon egy nagyon szomorú cseseményre kell, hogy emlékezzünk, az a Roma holokauszt esemény. Egy nagyon-nagyon szomorú és egyben elgondolkodható történet, soha nem szabad, hogy megismétlődjön. Több mint 6 millió zsidó ember, illetve több százezer cigányokat pusztítottak el. Auschwitz-i haláltáborokban, és más haláltáborokban. Kell, hogy a utókornak olyan emléket, folyamatos emléket tudnak állítani, amely emlékeztetni fogja gyermekeinket, hogy történt egy olyan embertelen, tragikus esemény, amit ugye holokausztnak hívunk. Cigányok úgy hívjuk ezt, hogy Sangudalipe. Másképp is nevezték, Koraimos, Karaimos, de igazából az igazi jelentése a Sangudalipen. És erre augusztus 2-án minden évben meg fogunk emlékezni, és emlékeztetni fogunk. Ezen a napon több százezer cigány embert küldtek a halálba, az auschwitz-i birkenaui haláltáborban. Sikerült Hitlernek rávenni az emberiséget arra, hogy ennek a válságnak az igazi okozói a zsidók, akik kizsákmányolják az embereket, akik a hatalmon vannak és a pénz fölött dominálnak egész világszerte. Ne felejtsük el, hogy egy olyan gazdasági világválság volt, és előtte az első világháború, amelyben Németország az egyik vesztese volt, és természetesen ez a világháború veszteség is egy alapos, nyomós okot adott arra, hogy bűnbakokat képezzenek, és ezért a zsidókat találták meg. Volt egy elképzelése Hitlernek, hogy egy olyan világot szeretne létrehozni, amiben nincs fekete, nincs barna, nincsen zsidó, nincs cigány, nincsen más nemzetiség, hanem fehér bőrű, kékszemű, és ezt jelentette az árja kifejezés, hogy fehér bőrű, kékszemű és teljesen tiszta, teljesen egészséges ember. Majdnem sikerült meg. És ez a döbbenet, hogy egy olyan világháborút indított el, aminek következtében sok-sok-sok millió ember pusztult el, és a halálgyárakban, mint az előbb is említettem, több mint 6 millió zsidó. Most képzeljétek el, hogy 6 millió ember szisztematikusan kiirtottak. A náci ideológia egy olyan hazug és ördögi ideológia, amivel szemben folyamatosan harcolni kell, és nem engedhetjük meg, hogy teret szerezze magának, hanem abban a pillanatban, ahogy fölötti a fejét, abban a pillanatban rendezni kell, és el kell tüntetni ezt a ideológiát. Én arra emlékszem, mikor az én szüleim és a rokonaim azt mondták, hogy Máté Szalkán volt egy gyűjtőhely, és bizony összeszedték a rokonaimat, és hát sajnos nem adtak nekik semmi, tehát éheztették őket. De egy szerencsénk volt, hogy mielőtt elvitték volna őket, addig az orosz hadsereg bejött Kelet-Európa, Kelet-Magyarországra, és felszabadította. Meg kell említenem Győrt, a Csillagerő börtön, ahol több száz és több ezer romát gyűjtöttek össze, és ott éheztették őket, nem kaptak enni, fáztak, volt, aki ott meg is halt, és nem jött ki. Onnan szállították őket a marha vagonokba. Most képzeljétek el, hogy össze vannak zsúfol egy marha vagonba, és nem bírnak meg sem mozdulni. Keserves, kínos, megalázó, embertelen és teljes aljas ördögi hozzáállás. Hogy egy másik ember ennyire meggyarázni, hogy a másik ember nem ember számba, hanem még az állatoknak is jobb sorsú volt, mint ezeknek a cigány embereknek és zsidó embereknek, akiket elszállítottak is.